A sikerszféra együttműködő partnere a Mercedes-Benz Hovány. Partnerünk a Powerfruit italok forgalmazója, az Airwater Kft. Mi lenne, ha megtudná a titkát? Van egyáltalán receptje? A siker az, amit én annak érzek. Sikeres pedig az, aki este lefekszik és reggel fel kell. De a siker az nem elég idézeteket olvasni. Hisz a világ a példáktól fog változni, nem a véleményektől. Hogyan tudna megfogalmazni a sikert? Hát ne ezeket kérdezz. Látszólag triviális dolog, pedig hát, hogy az ember úgy érzi, hogy amit kitűzött célt, azt eléri. Megtalálta magában, hogy mi a legjobb, és megtalálta, tehát ha például főnök lesz, mint én, akkor megtalálta, hogy másokat hogy tud sikeressé tenni. Emlékszik, milyen volt az első interjúja? A Wall Street Journal csinált velem egy interjút. Igen. És abban kérdés volt, hogy mennyit keresek. Hát ez végül is a piacunknak szólt, hát én nem mondhattam magyarországi szokásos fizetést, úgyhogy bemondtam 150 ezer dollárt éves szinten. Kiszúrta, mindjárt emlékszem a nevére, hogy hívták, egy újságírónő, aki londoni tudósító volt, és ez kiszúrta a Wall Street Journalban, küldött róla a Népszabadságnak egy tudósítást. Aha. Amiben benne volt, hogy én ennyit keresek, na most az itt rengetegnek számított. Úgyhogy másnap egyszer csak telefonálnak az RTL klubból, hogy kijönnének riportot csinálni velem. Uh-huh. Hát mondom, jöjjenek, hát a publicitásnak persze, hogy állok. Na most ennek a riportnak az volt a üzenete, hogy itt az ember, aki 150 ezer dollárt keres egy évben. Gyerekeim másnap nem mertek iskolába menni. Wow. Ennyire? Igen. Hát akkor az persze nagyon nagy pénznek számít. A feleségem fölhívott, hogy mit csináltál, megőrültél. Kapott a fejére, igaz? Én soha nem szégyeltem azt, hogy jól élek és hogy jól keresek. Én úgy éreztem, hogy ez a jövedelmem az a teljesítménynek köszönhető, amire lehet büszkének lenni. Magyarországon egyébként ezt titkolni kell, ezt látja azért? Én nagyon örültem, amikor elkezdték. Merre megyünk? Arra? Arra. Amikor megkezdődött ez a top 100-as lista. Aha. Az jóval később kezdődött, mert legalább publikus. Hát most miért szégyeljük? Hát egy olyan, hogyha a mögött megtermelt érték van, akkor miért kell szégyelni? Azon kívül van egy pozitív haszna is. Egy olyan haszna is van, hogy hát egy üzenet, hogy érdemes csinálni. Mert akkor jó sokat fogsz keresni, és nem is kell szégyelned. Aha. Tehát, hogy érdemes csinálni valamit. A Magyar Szilícium Völgy néven is emlegetett Graphisoft Park, illetve az Aquincumi Technológiai Intézet magánegyetem alapítója Bolyár Gábor karrierje fizikusként indult. Egykor matematikai csoportot vezetett a Geofizikai Intézetben, majd megalapította társaival a Graphisoftot, amely már a multinacionális építészeti szoftverfejlesztő céggé vált. Több mint 31 milliárdos vagyonával a 48. leggazdagabb magyar. Budapesti telephelyük az óbudai gázgyár romjai körüli rozsdaövezetben épült. Technológiai parkán nőtte ki magát, így az sem véletlen, hogy Bolyár Gábort a magyar Steve Jobsként emlegetik. Most hányadik helyen áll a 100-as listán? Első 50 vége felé, tehát 40 valahannyit. De volt 17-dik is valahol ott előtt. Igen. Hát akkor még többen szégyelték. Nem voltam akkor se szerintem valójában előrébb, csak akkor még sokkal többen rejtőzködtek. Most már többen tudják, hogy ezt nem kell feltétlenre. Te jobban elfogadod, hogy ezt nem kell szégyelni. Hogyha van mögötte teljesítmény, akkor nem kell szégyelni. És mondom, Amerikában például az egyik oka annak, hogy az amerikai high-tech ilyen magasan van, hogy ennyire jó, hogy van egy Bill Gates, vagy most van egy Mark Zuckerberg, akiről mindenki tudja, hogy milyen baromi sokat keres, és az üzenet a gyerekeknek, hogy te is lehetsz Mark Zuckerberg, hogyha sokat fogsz tanulni, és jó leszel IT-ben. Nem mindegy, hogy kik a minták és a példaképek. Igen, így van. Ezért mikor gondolt... volt, hagyd mondjak egy példát, igen. Mikor volt Magyarországon jó a foci? Amikor Puskás öcsi példakép volt, mert akkor a gyerekek a Grundon jól fociztak, mert érdemes volt Puskás öcsit utánozni. Léteznek olyan gazdag és sikeres emberek, akiket senki nem irigyel, és az az általános közvélemény, hogy megérdemli. Egy ilyen példát tudnék mondani, Rubik Ernőt. Hogy Rubik Ernő világsiker, és ebből ő gazdag lett, ezt senki nem irigyli tőle. És nem is kérdőjelezi meg. Nem is kérdőjelezi meg. Uh-huh. Hát kellene pár ilyen, és szeretnék ilyen lenni én is.
akkor magamnak ilyenek érzem magam, de a tegnapi interjúkban azért feltűnt, hogy megfelelő önbizalommal bír. Igen. Tehát igen. Egy olyan kiállása volt és magabiztossága, ez mióta van így egyébként? Hát valószínűleg édesapámtól örököltem, neki is óriási. Egyébként ezzel a szakmai kötelezettség volt, hogy úgy tudott bemenni, hát mint újságíró nyilván igen, tudja. Igen, fotoriporter volt. Fotoriporter, de ön is tudja, hogy egy újságírónak nagyon fontos képessége kell, hogy legyen, hogy bejusson bárhová. Tehát ezt apám tanította nekem egész kiskoromban, hogyha valahol áll egy őr, és te úgy mész el mellette határozott léptekkel, óriási önbizalommal, ez a legtermészetesebb, hogy te ide bemész, az esetek 90%-ában nem mer megállítani. Hát amikor Steve Jobs eltűnt, a Steve tűnt el a cégből. Miért állítottak neki egyébként szobrot itt? Mert nagyon sokat köszönhettünk nekik. Sokat tanultunk tőle is. És ön vagy önök? A cégcsoport? A cég szellem. Azt mondták rólunk egyébként, amikor ő ugye eltűnt a cégből, és a cég megindult lefelé a lejtőn, ez a 90-es évek elején volt, mi akkor Amerikában voltunk, és azt mondták sokan partnereink közül, hogy ma a Graphisoft inkább Apple, mint az Apple. Tehát, hogy mi őriztük azt a szellemet, amit a Steve Jobs teremtett meg, és erre a fiúk ma is büszkék, hogy ezt a szellemet, hogy hát is ezt írtuk ide ki. Tehát, hogy a munkánkban szerelem legyen. Ha már sikerről beszélünk, akkor tényleg hogyan lehet? Mi kell ahhoz, hogy akkor szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok receptje van a sikernek, tehát nincs fix recept. Aha. Létezik például egy olyan receptje, amiben nem nincs meg, gátlástalanság. Kell egy bizonyos mértékű gátlástalanság. Uh-huh. Bennem az sajnos nincs, nincs, uh-huh. És ez bizonyos határt szab. Tehát ezzel valameddig el lehet jutni, ennélkül a fölé már nem. Akkor azt mondanám, hogy abban a top 100-as listában, amiről az előbb beszéltünk, abban az előttem lévő mondjuk 41-nány embernek azért több mint felében megvan a szükséges gátlástalanság. Ez pozitív vagy nem vagy tűnye? Hát, ahogy veszünk, menjünk vissza közben. Menjünk, mert mennie kell. Igen. Fontos, hogy legyenek példaképeink? Hát azt hiszem, gondolja? Ez természetes ösztön, hogy az embernek legyen valami. De hogy de a magyaroknak ön szerint kik a példaképeik? Most vannak egyáltalán, vagy eltűnt ez a kultusz? Hát lehet, hogy az a bajunk, hogy nincs. Lehet, hogy ez okoz egy ilyen, hogy mondjam, iránytévesztést, tartáshiányt, túlzott pragmatikusságot. Mennyi időt tölt itt egyébként? Hát amikor itthon vagyok, akkor sokat. Sokat nem vagyok most már itthon. Tehát egy évben olyan fél évet azért, hogy nagyjából külföldön töltünk. Uh-huh. Franciaországban sokat, és most már New Yorkban sokat, az unokáim vannak. Ó, értem. Akkor most már unokázik. De biztos vagyok benne, hogy nem tud leállni. Nem, persze. Leveszem, mert nagyon meleg van. Nyugodtan. Jó? Már úgyis itt vagyunk, és akkor már mehet tanítani. Igen. De az azt jelenti, hogy amikor itthon van, akkor rendszeresen bejön, akkor és akkor óra ad a tanár. Hát egyébként. Meg az intézem az üzleti ügyeket. Ott a hajó, nézd! Király, látod? Valahova félreállok, mert van egy utca. Jó reggelt! Jó reggel! Látta, hogy megérkeztünk a komppal? Nem láttam. Viccelek. Viccelek. Hogy itt milyen csönd van? Ezt szeretem. Ezért jön ide? Igen. Aha. Ez a nagy csöndér.
De egyébként te tud csendben lenni? Tehát, én nem. De a csendet magam körül szeretem. Aha. És mikor volt ez, amikor érezte saját magán, hogy akkor most visszavesz a tempóból, és egyébként tényleg akkor, vagy lehet a feleségét kellene kérdezni. Azt akartam, hogy én őt kérdezni, meg ő jobban érzi, hogy mikor vettem vissza. Nem hiszem, hogy visszavettem. Ugye, mi élteti? Mi az, ami még tud újat mutatni? Honnan szerez még inspirációt? Azt tudom mondani, hogy apám is ilyen volt, hogy utolsó pillanatig dolgozott, amíg bírt. És amikor abba hagyta a munkát, emlékszem, mikor tette el a fényképezőgépet, amikor látta, hogy rossz képeket csinált. Ő látta? Látta, megnézte, azt mondta, ezek már rosszak, abba hagyta, és néhány éven belül meg is halt. Tehát azt tartotta életben, hogy dolgozik. És én is láttam, hogy a Grafiszoftot már rosszul csinálom. Tényleg? Mikor látta? 2001-2002-ben. És ott mi volt a probléma? Tehát mi volt hát az felismertem azt, hogy itt már olyan, amiről előbb beszéltünk, hogy ez egy csak nagy cégé vált. Csak akkor még nem fordult a kamera, igen. Hogy ez egy nagy cégé vált, és itt már olyan jellegű reflexek kellenek, és olyan jellegű tudás kell, ami nekem nincs meg. Hányszor volt ilyen az életében, amikor azt belátta, hogy ez az út, aminnen indult, ez nem jó? Rengeteg, csak ilyen volt. Tényleg? Hát hogy ne lett volna? Mindenki azt hiszi, az elsőre tudja a jó, de hogy is. Mindenki azt hiszi, hogy úgy néz ki, hogy attól lesz egy vállalkozás sikeres, hogy van egy jó ötletem, és ezt megcsinálom. Ez egy akkora marhaság, hogy nem igaz. Attól lesz egy vállalkozás sikeres, hogy rájön, hogy az ötletem ilyen nem jó. Mert általában az ötletek nem jók. 10-ből 1 lesz jó. És ezt nem lehet előre tudni, hogy melyik a jó. És attól sikeres egy vállalkozás, hogyha hamar fölismeri, hogy amivel elkezdte, az nem jó, miért nem jó, és gyorsan vált. Nekünk akkor a mi példánknál marad be. Amikor elindult a cég, eszem ágában nem volt, hogy mi építész-tervező programot fogunk csinálni. Egészen másra gondoltunk, csak menet közben derült ki sokszori próbálkozás után, hogy ahol mi sikeresek tudunk lenni, ez az építész-tervező program. De ott is 1000 dolgot gondoltunk, hogy az hogy fog jól működni, és nem úgy működött jól. Most nem esik egyébként. Most nem, menjünk ki egy kicsit esetleg a teraszra, kihasznál, vagy most egy pár percig nem esik? De nem is tényleg, annyira sokan nem gondolnak erre. Yeah. Igen. Én ezt most nyomom, ahol tudom, mert a Magyar Tudományban megjelent erről egy cikkem. Kislányok, kisfiúk, mit kell tudni róluk? Kisfiú mind a kettő. Igen, te vagy a... Te vagy az alfahím. Igen. Bizonyára a szüleitől tanulta a legtöbbet. Tehát mi volt az eszmélyiség, a gondolatiság, amit például az édesapjától hozott? Hát az, hogy amit csinálok, abban a legjobbnak kell lenni, elképesztő hiúság. Ezt a hiúság mindenképpen győzni akarok, és mindenképpen a legjobb akarok lenni. És ebbe beletört néha a bicskája? És még valami a hazafiságot, tehát a hazafiság. A hazán szeretetét. Azt gondolja egyébként, hogy máshol nem tudta volna megvalósítani a magát? Azt. Miért? Azt. De miért csak magyar? De nekem a gyökerek kellenek. A vasfüggöny az előnyt vagy hátrányt jelent? Előnyt, hatalmas előnyt jelent. Itt egy sokkal-sokkal mélyebb matematikai kultúránk van, mint a világon szinte akármelyik országban. De olyan, mintha itt Magyarországon nem lehetne világsikerre, vagy világhírnévre szerteni. Aztán innen elmennek az emberek, és máshogy csinálják a világsikert. Igen. Itt születnek, itt lesznek tehetségek. Jó, de ön is a Grafisoft akkor miért tudott ilyen sikeresnek? Milyen részt találtak meg? Az én személyes hiúságom miatt. Akartam bizonyítani, hogy innen is lehet. Nem kell kimenni. Azért lehet innen is egyébként, mert egy olyan korba léptünk be, az informatika korába, ahol már a földrajzi helyzet jelentősége sokkal kisebb. Mikor érezte azt először, hogy megvan? Tehát, hogy érti? Megmondom. A hiúságát biztos, hogy kecsegtette. Hát megmondom, hát ez fantasztikus volt. Hát volt egy ilyen szakmai élményem, amikor először jött ki a plotterből az a rajza a Paksi atomerőmű csőhálózatáról, amiben még az én kódján kódom is benne volt, de ez inkább egy szakmai siker volt, de hogy a Grafisoft sikerült, az 1983 őszén volt. Münchenben bemutattuk egy vásáron, a System nevű vásáron bemutattuk a szoftverünket, és lassan értettük meg, hogy itt egy hatalmas forradalom történt. Ezek a kisgépek, a személy számítógépek átveszik a vezető szerepet a világban, és nekünk egy óriási mázlink van, hogy pont erre fejlesztettünk. És akkor éreztük meg, hogy akkor milliókról tárgyaltunk rögtön. Hát el kell. Azok, akik kivittek minket, az Interál külkereskedelmi vállalat vitt ki, azok is rögtön felfedezték, hogy itt megfogták az Isten lábát ők is velünk, és rögtön az első helyre tették a program, tejbe, vajba füröztöttek, az egész napi díjunk megmaradt, mert mindenre vendégül láttak. És akkor hazajöttünk a kis ladánkkal, akkor már nem Trabant volt, hanem Lada, hazajöttünk a kis ladánkkal, megálltunk aludni Bécsben, és az egész heti napi díjunkat elköltöttük egy este.
És aztán a másik ilyen nagy élmény az a tőzsdei bevezetés volt, az hasonló élmény, úgyhogy itt a nagyok. Ott is ilyen volt az a tejbe vagy befüröztés, tehát abból érzem, hogy ott a bankok, akik a tőzsdei bevezetésünket csinálták, hát azok vittek minket ott magárepülővel meg, és éreztük abból, hogy a környezetünk sugallta belénk, hogy mi milyen fontos emberek vagyunk. Azáltal, hogy amit kitel vagy, azáltal, hogy tőzsdére mentek és dollármilliárdosok lettek nagyjából. A kettő együtt jár. Aha. Azért lettünk dollármilliárdosok, mert olyan sokat ér, amit alkottunk. Lehet, hogy már idéztem korábban is a Pákozd Imre kollégám nagy mondását, hogy mi nem a pénzért dolgozunk, hanem a sikerért. És a sikert pénzbe mérjük. De ön szerint a sikernek a fokmérője akkor csak is a pénz? Üzleti, nem csak is, de az egyik objektív fokmérője. Hát ezért mondanék mást is. Hát például esetünkben, hogy mondjuk mennyi épületet építettek a mi szoftverünkkel, és azok milyenek. Aha. Ez is fokmérő. És arra vagyunk nagyon büszkék, hogy a világ azon épületeinek, amit háromdimenzióban terveztek, azon épületeinek több mint felét a mi szoftverünkkel tervezték. Hogyan tudta feldolgozni a pénzzel való viszonyát? Hát azt hiszem, ez könnyű volt. Azt hiszem, ez hallom, hogy van, akinél ez traumát okoz. De hogy nem szédültünk el az anyagi lehetőségtől, annak azt hiszem az a legjobb jele, hogy a barátaink ugyanazok, akik 20, 30, 40, 50 vagy akár 60 éve voltak. Tehát nem kerültünk ettől más társaságba. Most nem csak arról beszélek, hogy nerlovagokkal nem lettünk jóba, de amikor az ideológiájában vagy értékrendjében hozzám közelebb álló kormányzat volt, akkor se kerültünk közelebb az akkori gazdasági vagy akár politikai elithez. A barátaim azok a barátaim maradtak, azok, akik régen is a barátaim voltak. És akkor most itt beszélgetünk? Hát beszélgetni akar, gondoltam, hogy adok egy feladatot. Látszik vele, nem? Ahhoz én tök. Tényleg? Nem tudom megcsinálni. Komolyan? Egy oldala is nagyon sokáig tart nekem. Mi az, amiben jó akkor? Üzletbe. Üzlet, biznisz, mi? Igen. Azt mondja, hogy... Akkor leülünk, vagy sétálunk, vagy mi lesz? Gondoltam, bemegyünk az irodájába, ja, bemutatja itt ezt a kis történetet. Az ott jó helyen van szerintem. Nyugodtan csinálja csak, még van ideje. Különböző névjegykártyai vannak, és mindig névjegykártya már. Hányféle névjegykártya van? Három. És hányféle titulusa? Három, nincs több. Tehát a Graphisoft szoftver cégnek még mindig az igazgatóság elnöke vagyok, a Graphisoft Park ingatlan cégnek az igazgatóság elnöke vagyok, hát a AIT-nek nincs igazgatósága, úgyhogy ennek egyszerűen csak alapító vezetője vagyok. Így, jól van akkor. Meg körbenéztem itt az irodájában, mond két dolgot a festményeiről, mert hogy azt olvastam, hogy a kortársakat szeretnék. Nem, ezeket ajándékba kaptam. Ja, ide, aha. Ezek mind ajándékok. Ajándékok. Szóval otthon tartja akkor a kortárs festményeket. Igen. Igen, de ez valahol egyszer megjegyeztem, és az annyi kortárs festő ostromol, hogy vegyem az ő képeit, úgyhogy nem akarok ennek meg reklámot, én nem vagyok gyűjtő. Vannak értékes képeink, ezeket apámtól örököltem. Apám se gyűjtő volt, de ő mint fotós festőket fotózott gyakran, és ezért a festőktől mindig kapott egy-egy szép képet. Uh-huh. Úgyhogy apám révén van néhány szép régi kép, mint Zóbel, Holló László, szóval vannak jó képek otthon. Tehát mi ugye először olyan szoftvert csináltunk, ami csőtervezést csinált, amit a Paksi Atomerőműhöz adtunk el. És először nyugaton is erre próbáltuk meg eladni. És az első vevőnk az OEMV lett volna. Hogy ahol ilyen nagyon bonyolult csőhálózatokat terveznek, mert ahhoz háromdimenziós modellezés az nagyon fontos. És a mi előnyünk a konkurenciával, itthon az volt előnyünk, hogy csak amilyenket lehetett kapni. Tehát azokon a számítógépeken, ami egyáltalán be tudott jönni, azon csak amilyen futott. Úgyhogy itthon nem volt gondunk az eladással. Na most kint szerettük volna eladni. És gondoltuk, hogy az, hogy a milyen jóval olcsóbb tud lenni, az nagyon nagy előny. Uh-huh. És akkor egy pofonszerű marketing élmény volt, hogy meg bemutattuk az olyan vannak a döntéshozójának, szépen megnézte az időt, hogy ez egy ilyen kis és olcsó gépen fut, gratulálok, nagyon szép játék, that's nice toy, congratulations. Mi komolyabb dolgokkal szeretünk foglalkozni. Igen. Na most akkor értettem meg, hogy van egy olyan vásárlói mentalitás, és jóval később értettem meg saját magamon is, hogy van egy olyan vásárlói mentalitás, hogyha valamit fogok vásárolni, akkor az ár nagyságrendjét már eldöntöm előre, uh-huh. hogy körülbelül én erre mennyit fogok költeni. Uh-huh. Na most annál sokkal többet nyilván nem tudok, mert az nincs meg, annál sokkal kevesebbnek már nem hiszem el, hogy jó lesz. Szereti a luxust? A felesleges luxus nem. A minőséget igen, a luxus nem. Tehát elmegyek nagy néha egy
mondjuk egy Michelin csillagos étterembe, de nem szeretnék, de nem járnék minden nap egy Michelin csillagos étterembe. Mert hogy az ahhoz egy alkalom kell. Sokan mondják ugye a sikeres emberekre, hogy nekik könnyű, mert. És mindig kitalálnak valamiféle ilyen misztikumot, vagy bármi ilyesmit. Önre is mondták bizonyára, de hogy végignéztem ezt a... Tehát, hogy önök nem úgy indultak el, hogy így az édesapja a kezébe adott, nem tudom én, milliós vagyont, házat, nem, hanem hogy így... De nem is nagyon méről indultunk. Aha. Ez is igaz. Tehát én azért a feleségemre ezt kevésbé mondta, tőlük sokkal szerényebb körülmények között éltek, de én nagyon jó körülmények közé születtem. Tehát a apámnak az üzleti érzéke nagyon jó volt, úgyhogy 52-ben egyedüli fotósként kint volt a Helsinki olimpián, ahol lett ugye 16 aranyérem, és abból ő nagyon, és akkor még maszek fotós volt, gyorsan be is zárta utána, és akkor ő azt nagyon jó áron tudta eladni a képeket, úgyhogy a családnak volt autója, igaz, hogy egy használt Topolino, de akkoriban 52-ben saját autó nagy ritkaság volt. Volt saját lakásunk, egy kétszobás lakásunk a múzeum körúton, most az a fiamé, tehát az is volt, és volt egy pici kis nyaralunk Siófokon, úgyhogy mindenünk meg volt. Ugye az első irodája egy padlástérben volt a házuknak a padlástérben. Ahhoz képest azért ez nem rossz. Az ilyen cégek, mint az én volt cégem, azok garázsban szoktak születni, tehát ez igen természetes. Tehát amikor lehetett magáncéget csinálni, ez ugye 80-ban volt, 80-ban jelent meg az első ilyen kísérleti ballon GMK címmel, vagy PJT, akkor még GMK-t se lehetett csinálni, PJT-t. Akkor csináltam egyet, rögtön a volt kollégáimmal, az totál bukás volt, az nem sikerült. Nagyon nagy pofon volt, hogy az első cégemet ott kellett hagyni. Tehát négyen voltunk, és egy-három arányban szétváltunk. Tehát tulajdonképpen én kiváltam a cégből. Tehát ez egy év után volt, és ezt nagyon-nagyon nehezen éltem meg. De az első munkahelye mi volt? Az első munkahelyem a Geofizika Intézet, első és egyetlen munkahelyem a Geofizika Intézet, és az ottani kollégáimmal csináltuk ezt a céget. Aha. És a Geofizikai Intézetnél volt akkor ez a konfliktus folyamatosan, ez az aláfölé rendeltség, hogy ki mitben szól bele, ki nem. Mert azt is olvastam, hogy egyébként nem valahogy, amikor, hogy azt mondta, hogy a középszer uralkodott valahogy valamilyen igen. formán, hogy aki ki akart egy kicsit törni, vagy kicsit más stílust képviselt, egyébként ahol előjött a tudás, vagy a tudásbeli különbség, az biztos, hogy elnyomták. Ez később is elérhető. Ez be volt, ez a kapitalizmus ezért működik jobban, mint a szocializmus, ezt a fajta ösztönt elnyomja. Tehát a kapitalizmus, ahol van magántulajdon, az a természetes emberi önzést sokkal inkább tudja abba az irányba vinni, hogy a tehetségeket hagyjam érvényesülni. Uh-huh. Mert ha az a cég az enyém, akkor azon én fogok jól járni. De ahol nincs magántulajdon, ahol csak beosztás van, a beosztást el is lehet veszíteni. Tehát ott természetes, tulajdonképpen természetes, hogy a döntéshozó főnök az nem örül annak, hogyha a tehetségeket helyzetbe hoz, mert az ő pozíciójára lehet veszély. És szerintem ez a sikertitka, hogy az alkotói tehetséghez kapcsolódjon egy üzleti érzék is. A siker mellé milyen jelzőket lehet párosítani? Tudna erről beszélni? Hát öröm, önmegvalósítás, boldog élet. Ennyi. A sikeres ember boldog ember? Azt hiszem, igen. Milyen érdekes, hogy ezzel gondolkodtam, hogy a Jobs az volt-e. Igazából jó a kérdés, igen? Mert nem biztos, hogy az volt. Hát ez kell egy kiegyensúlyozott családi áttér is. Tehát akkor minden sikeres férfi mögött azért ott áll. Igen. Ups, egy rövid szünet és két fontos gondolat. Nem győzöm elégszer mondani és kérni, hogy a sikerszféra akkor lesz tartósan a tévében és a neten, hogyha kellő számú feliratkozónk van a YouTube csatornánkon, ugyanis a marketingesek, akik a hirdetőket delegálják, csak erre kattannak, a számokra. Csak azt nézik, hogy kit hányan követnek és lájkolnak, mi pedig csak is hirdetőkből tudjuk összetenni a műsorunk költségvetését. Örülnénk, hogyha a reklámozók bekopogtatnának hozzánk, éppen emiatt kérlek titeket, hogy növeljétek a feliratkozóink és követőink számát az Instán, a Facebookon és a YouTube-on, és osszátok meg a tartalmakat, hogy mindenkihez eljussanak a sikertörténetek. Jön a mozi! Mi az a dolog, amit ön biztos, hogy nem vetett volna be, hogy elérje a célját? Hát korrupció, uh-huh. Elveim feladása. De kezdjük az elején, nem léptem be a pártba, pedig az akkor kellett volna, és azzal többre vihettem volna még az első munkahelyemen. Nem hazudok, ha lehet, és nem minden áron kell a siker.
És mi az, amit biztos, hogy meg kell tenni a sikerért? Hát a kitartást. A kitartás és, és magamban és a társaimban való hit. A Magyar Szilícium Völgy néven is emlegetett Graphisoft Park, illetve az Aquincumi Technológiai Intézet magánegyetem alapítója Bolyár Gábor karrierje fizikusként indult. Egykor matematikai csoportot vezetett a Geofizikai Intézetben, majd megalapította társaival a Graphisoftot, amely már a multinacionális építészeti szoftverfejlesztő céggé vált. Több mint 31 milliárdos vagyonával a 48. leggazdagabb magyar. Budapesti telephelyük az óbudai gázgyár romjai körüli rozsdaövezetben épült. Technológiai parkán nőtte ki magát, így az sem véletlen, hogy Bolyár Gábort a magyar Steve Jobsként emlegetik. Én a hátteret szoktam nézni, apám fotós volt, tőle tanultam mindig, hogy a háttér nagyon fontos. Nagyon, büszke lennék nagyon a Naiman János háttérre. Jó, oda is állunk majd, esküszöm. Vagy hogy álljunk? Így hát álljunk, és akkor... Leülhetünk ott beszélgetni ennek a park kőparkának. Oda majd leülünk beszélgetni, viszont most... Tolasodok, akkor itt tolasodok. Itt tolasodok. Itt nem lehet tolasodni? Lehet itt. Várjon már, ott az interjú. Hát, de nincs olyan, esküszöm, én nem tudom, miből faragták önöket, de nincs olyan riporthanyom, aki ne kezdene el rendezni. Hol tanulták ezt? Igen, ez a, ez a vezetői, ugye? Igen, igen. Ez nagyon régi álmunk volt, hogy ha egyszer majd a cég nagyon jól megy, és akkor majd a földközi tengeren legyen egy ház, ahol visszavonulhatunk valahol. És amikor láttuk Amerikába a tőzsdét, amikor megnyitottuk az amerikai cégünket, és akkor hallottunk először arról, hogy van tőzsde, és akkor hallottunk a számokról, hogy hát úristen, akkor mondták azért olyan cég, mint a miénk, akkor éppen csináltunk 5 millió dollár forgalmat 1 millió profittal. Azt mondták, hogy ezt fölnöveljük 20 millió dollár forgalomra és 5 millió profitra, akkor be lehet vezetni a tőzsdére és 50 milliót. Mondom, úristen, hát az rengeteg pénz. Hát abból 20 az enyém, akkor 40% volt enyém a cégben. Aha. Hát abból egy gyönyörű házat lehet venni a földközi tengeren. Oh. Na most aztán, és akkor tulajdonképpen szokták majd, miért szoktak egy céget bevezetni a tőzsdére. Az emberek szégyelni szokták a valódi okot. Hát dollármilliósok akartak lenni, nem? Igen. Tehát milliókat akartak keresni dollárba. Azt szokták mondani, hogy új tőkéhez jutás a cég további növekedés, nagyobb publicitás, nagyobb átláthatóság, ez mind nagyon klassz. Zsebembe sok pénzt akarok. És akkor 98-ban ennek neki. 98-ban meg is történt, és akkor meg is vettük utána ezt a házat Franciaországban. Kőkemény az üzletben, meg a biznisz, meg a munkahely a kollégáival, de most is megmaradt ez a fajta habitus, ez a kőkemény akara? Hát ezt a mostani kollégáimat kérdezem. De durva? Vagy most már... Ezt tőlük kell megkérdezni. Jó, de az igaz volt az a történet, amikor szétrúgta az aktatáskáját? Mert annyira hát ideges volt. Hát az igaz, persze az igaz volt, igen. Hisztizni sajnos itt is előfordul, hogy hisztizek. Igen? De megmondom nekik most már előre, gyerekek, fogok hisztizni, fogok kiabálni, fogok kiborulni, ne vegyétek komolyan. És mit? Mit csinálnak Franciaországban egész nap? Hát kirándulgatunk, hajózunk, tengerre kimegyünk. De rengeteg kirándulóhely van. Tehát elmegyünk a szomszéd kisvárosokba, ahol ebédelünk, kávézunk, sörözünk. Tehát akkor él? Vendégek ugye? Jönnek hozzánk, mindig vannak vendégeink. Akkor most él? Igen. Él. És reggel dolgozom. Tehát reggel 8-tól 10-ig mindig dolgozom, de sőt már 7:30-tól. Tehát a íróasztal az ülök és dolgozom. Na még egyet? Még a végén belejövünk. Jó, csinál! Az, hogy mi három dimenzióban modellezzük az épületeket, az nem arra való, hogy látványterveket csináljunk, még csak nem is arra, hogy gyorsabban készítsünk kiviteli terveket, és pontosabbakat készítsünk, hanem arra való, hogy kontrollálni tudja az építész azt a hatalmas információ tömeget, ami egy épületben van. Tehát az információ feletti uralom, az lett az építész haszna belőle. És akkor ezen keresztül jöttünk rá, hogy úristen, tehát az egész év mindenütt ez a poén az informatikában, hogy az információ uralma az hatalmat ad. Hogy az információ birtoklása mekkora hatalom, hát már tudjuk. Snowden skandal, meg hasonló, meg Trump megválasztása, meg az oroszok belenyúlása, pontosan tudjuk az információval való hozzáférés és annak manipulálása, micsoda hatalmat ad a kezünkbe. Szoftverfejlesztéssel utoljára ön Olaszországban foglalkozott? Igen, azt ezek szerint valahol olvasta, igen, 1985-ben Olaszországban írtam az utolsó kódot. Tehát azt így elfelejtett, és azt mondta, hogy inkább akkor a biznisz. Hát... Már meghagyja azoknak, akik jobban akik értenek hozzá. Így van, azt jobban csinálták, a kollégáim úgy ezt csinálják ők. Én nekem a biznisz akkor már elfoglalt, tehát arról van szó, hogy ott tud a cég nélkülözni, mert vannak nálam jobbak a bizniszben, meg nem. Tehát azért onnan kezdve a biznisz.
ezt az önbizalmat? Erre volt egy sztorim, hogy mekkora végtelen önbizalmam volt mindig. Én olyan hármas tanuló voltam az általános iskolában, és első osztályban is hármas tanuló voltam körülbelül. És volt egy barátom, aki második osztályos volt. Én első osztályos voltam, én második osztályos. És év végén azt mondta ez a barátom, hogy te most annyira látják a tanárok, hogy te milyen jó vagy, hogy te ki fogod hozni, hogy jövőre együtt járunk, mert a második osztályt kihagyod, és rögtön a harmadikba jössz. És annak ellenére, hogy közepes tanuló voltam, én ezt minden további nélkül elhittem. Mondom, hát ez természetesen, tényleg annyira jó vagyok, hogy én most már harmadikba fogok menni. Aztán nagy csalódásért, hogy elő szó sem volt, maradok a másodikban. És egyébként, hogy lettem, később kitűnő tanuló lettem, de az is hogy történt. Az is tulajdonképpen a hiúságom és az egóm miatt volt. Én nekem minden alkalommal a tanáraim rendesen leszittak, hogy miért vagyok közepes, amikor nyugodtan lehetnék kitűnő is. És akkor ez rendben voltam, én lehetnék kitűnő is, köszönöm, ez nekem elég. A lehetnék, az nekem már úgy elég volt. Tehát én lehetnék. Hát akkor most mi a probléma? Nem akarok, mert nekem így is jó vagyok. És aztán hetedikben volt a tanárom, Bódi tanár úr, már említettem a nevét, ő volt az osztályfőnök, átadta a szokásos közepes bizonyítványomat, a szokásos szöveg helyett azonban a következőt mondta. Nem azt mondta, hogy itt a hármas bizonyítvány, pedig nyugodtan lehetnék kitűnő is, itt a hármas bizonyítvány, pedig nyugodtan lehetnél négyes is. Végre is sértő. De mi az, hogy négyes? Nem a legjobb. Mi az, hogy négyes? Kitűnőről volt szó. Úgyhogy nyolcadikban kitűnő lettem. És attól kezdve mindig kitűnő voltam. De nem azért lettem sikeres, mert kitűnő lettem. Na akkor miért lett sikeres? Kellett hozzá az önbizalom. És ez a becsvágy, amit a szüleitől örökölt? Ez tényleg igaz? Ambíció, hogy akkor ez a becsvágy? Na gyertek, ti is jöttök, sétálni megyünk. Igen, sétálni megyünk. Menjünk lifttel? Vagy lefelé megyünk, majd fölfelé jövünk lifttel. Jó. Na hát ezekkel sétálni menni, azt köszönöm szépen. Na gyertek. Tehát ez három igen. Kutyából lett, ez a hegyi mentő, vízi mentő. Tehát minden a Bernát hegyiből és a Új-Fullandiból lett. Gyertek, jó? Jól van. Örülnek végre, valaki örül a tévésednek, hogy jönnek, mert akkor legalább elmennek sétálni. Ugye ezt a házat, ezt a Tihanyi házat akkor vettük, amikor először volt, mert jóval a tőzsdébevezetés előtt, amikor először volt annyi bevételünk, hogy osztalékot tudtunk belőle fizetni. Mert addig fizetés, jó fizetés volt, abból jól éltünk, de ilyen vagyonjellegű pénzünk még nem volt. Aha. És egyszer munka után, hétvégén nagyon fáradtak voltunk már, mert sokáig dolgoztunk pénteken, de azt mondtuk, hogy lemegyünk még most este. Tihanyba, és akkor beültünk a kocsiba este 10-kor, és lejöttünk, és nem is mentünk fel a házig, ott a medence mellett rögtön levetkőztünk, beugrottunk a medencébe, és úsztunk, és azt mondja a feleségem, tudod, nagy mond ez a sok pénz, de megéri. Jaj, de jó! Igen. Mit tud azoknak mondani, akik most kezdenek bele ebbe az útba? Hogy nagy gond, de megéri. Amikor elindult ezen az úton, akkor mik voltak a céljai? Vagy hogyan építetted fel egyébként ezt a dolgot? Volt olyan célom is, ami anyagi, ami nem teljesült, és azért nem teljesült, mert menet közben rájöttem, hogy hülyeség. Magánjet? Esküszöm, csak nem blattoltam, tényleg? Komolyan. Akkor azt is elmondom, hogy miért lett a cégnek a neve Graphisoft. Mert amikor még nem volt a cégnek neve, akkor... de már csináltuk a kollégámmal, és még nem találtuk ki a nevet, akkor láttam egy filmet a tévében, ami egy nagyon gazdag családi birodalomról szólt, egy hatalmas világbirodalmat épített egy család, és már nem emlékszem, mi volt a családnak a neve, a családfő neve, de valami R betűvel kezdődött, és volt magánjetjük, és a gépnek a farkán volt egy nagyon cirkalmas R betű. Aha. És ez nekem nagyon tetszett. És akkor azt mondtam, hogy egy olyan cégnév kell, ami G betűvel kezdődik, mert mindkettőnek a neve Gábor volt a kollégámmal, és egy cirkalmas G betű lesz majd a magángépünknek a farkán. Na most a tőzsdébevezetésnél már repültünk magángépen, és elvileg a cég megengedhetné magának, hogy legyen egy magángépje, de közben azért rájöttünk, hogy ez baromság. Tehát úgy gondolom, hogy az üzletembereknek, a jó üzletembereknek, a személyes fogyasztásunknak van egy természetes korlátja, az elérhető pénzétől teljesen függetlenül,
ugyanis egy jó üzletember gyűlöli a pazarlást. Bill Gates sokáig, már nagy cég volt a Microsoft, de szigorúan turista osztályon járt a repülőn. Amíg mert azt mondta, hogy akkor a különbség a turista osztály és az első osztály között, hogy az nem arányos, tehát nem költ arra, hiába van meg. Aztán a marketingesei mondták neki, hogy na ez nem oké, mert ezzel a cég erejét nem mutatja, onnan kezdve viszont magángépen járt. Hát és ott a másik oldalra. Várjatok! Hát nem itt ilyen megáll. Gyere ide! Gyere ide! Gyere! Ülj le! Köszönjük! Ülj le! Úgy. Okay. És akkor kiderült, hogy mind a hárman azt tűztük ki magunknak legdrágább vágyként, hogy a gyerekeinket a világ legdrágább egyetemére is el tudjuk küldeni, ha akarjuk. Uh-huh. És valóban így volt, hogy nekem a két gyerekem drága amerikai egyetemekre jártak, és amikor mind a ketten egyetemre jártak, hát a 150 ezer dollár volt éves szinten. Annyit én nem költöttem éves szinten valami másra. Tehát ez volt a legdrágább vágyunk. Tehát se a tihanyi házam, se a francia, egyik sinek a fenntartása. De a tőkerész az más, de a fenntartási rész az nem kell mennyibe, az üzemeltetés. De miért gondolta egyébként, hogy a legdrágább a legjobb? Hát, hogy nevezzük úgy, hogy akkor költségtől független a legjobbra. Ó, értem. Jó? Aha, oké. Okay. Jó. Igen, és fogalmazunk inkább. Csak azért, mert hogy mindig is nagy, egyébként mindig is nagy. Nem a legdrágább, tehát a legjobb egyetemre mindegy, mibe került. Ez döbbentett rá az oktatásnak a hatalmas piaci értékére. És akkor erre mondtam azt, hogy hát akkor, hogyha jómódú emberek erre költik legszívesebben a pénzüket, és aztán azt tapasztaltam, hogy nem csak jómódú emberek, uh-huh. hát akkor ebben nagy érték van. És ezért született az Aquincumi Technológiai Intézet. Mert a oktatásban van a legnagyobb érték. Ezt nem kívül tudja még valaki Magyarországon? Hát az emberek tudják, az emberek. Csak a kormányok nem tudják. Steve Jobstól megmondom, mit tanultam. Az, hogy amit csinálok, abban érzelem is neki is kell lenni. Az a szív. Tehát, hogy szeretet. Tehát, hogy szívnek kell benne lenni. És amikor Steve Jobs már nem volt a cégnél, meg most újra nincs az Apple-nél, a szív hiányzik. Bill Gates-től viszont egy másikat és sokkal praktikusabb dolgot tanultunk meg, a kompatibilitás fontosságát. Uh-huh. Tehát az, hogy a számítástechnikában, informatikában, az, hogy különböző rendszerek tudjanak egymással kommunikálni, az sokkal fontosabb minden másnál. Ezt Steve Jobs ezt a leckét nem vette át. Uh-huh. Ha átvette volna, akkor nem lenne Microsoft. Gyertek! Ha-ho! Úgyhogy fölmegyünk. Nem bírok. Ha-ho! Nem arra megyünk, nem zavart titeket? Gyertek Simba, Santos Simba, jönnek majd. Igen, de nem ám elüti őket az autó. Nem, itt nem mennek gyorsan. Hellóztok, kutymákok. Mit élvez a leginkább az életben? Szeretem a munkámat is természetesen. Aha. Meg szeretem a pihenést, meg szeretem néhány sportot is. Nagyon szeretek, élvezem a síelést, élvezem a tengeren a hajózást, a vitorlázást. Azt mondják, hogy aki sikeres, az boldog is, miközben a kettő az egyáltalán nem biztos, hogy így van. De hogy valamiért a sikert a boldogsághoz köti. Hát nálam összekötődik valamennyire. Tehát ha nekem valami sikerül, akkor attól boldog vagyok, de lehet ettől persze az embernek a munkájában történt sikere mellett lehet a magánélete boldogtalan. Tehát ez igaz, tehát lehet. Hát nekem szerencsém volt, nekem a feleségem nagyon motiváló volt mindig. Miben tudta motiválni? Hát abban, hogy hitt bennem. Ah. Ennek volt a konkrét része is, hogy mondjuk amikor indultunk, nyilván nem volt egy fillérünk, és akkor az ő jövedelméből éltünk. Mivel és foglalkozott orvos. Akkor? Orvos. Uh-huh. Orvos, és akkor a kezdetben a 80-as évek legelején abból éltünk, amit ő keresett. És az, hogy mindig tudta bennem tartani a hitet, hogy ez sikerülni fog és menni fog. Nagyon sokféle szinten létezik a siker. Uh-huh. És hogyha valaki úgy látja, hogy alacsonyabb szinten sikerül dolgokat, csak akkor annak örüljön. Tehát azt a példát szoktam mondani, hogy egy takarítónő is büszke tud arra lenni, hogy ezt az ablaksarkot ő tudja a legjobban kitakarítani, és nincs az a takarítónő, aki ilyen szépen megcsinálja az ablaknak a keretét is. Uh-huh. Tehát mindenféle munkában az igényességre és a tökéletességre való törekvés az örömet tud okozni. Értem csak, hogy lehet valami tökéletes, ha soha senki nem veszi észre. Érti? Ha elég az, ha én annak érzem. És de hogyha éhen halok?
Hát éjjel halni nem kell. Na, de hát érti? Persze. Tehát, hogy valamit megalkotok, egyébként azt tudom, hogy zseniális, és tök jó, és baromi ötletes, és nem. De hogy senki nem értékeli, mert hogy a környezetem hát azt mondja. Hát akkor meg valami baj van vele, mert azért, ami tényleg jó és tényleg értékes, azt előbb-utóbb a környezet is értékeli. Előbb-utóbb az azt jelenti, hogy már lehet, hogy nyugger leszek mire. Nem. Azért a valódi teljesítményt a környezete. Környezet előbb-utóbb, és az előbb-utóbbon csak éves, néhány éves távot értek, és nem néhány évtizedes. Mi jellemzi a sikeres főnököt? Mi a kulcs? Igen, hát a főnök sikerének egyetlen mérőszám, hogy az emberek mennyire sikeresek. Tehát ő nem a saját sikerére büszke, hanem az embereinek a sikerére. Arra büszke, hogy az embereiből kiszedte azt, ami bennük van. És arra büszke, hogy olyan embereket tudott maga köré gyűjteni, akik nála is jobbak. Nekem ez volt a fő célom a Graphisoftnál, hogy minden területre olyan embert találjak, aki azon a területen nálam jobb. Sőt, egy idő után olyan embereket akartam már keresni, amikor a cég nagy lett, aki főnökként is nálam jobb. Érdekelt az, hogy Magyarországon egyébként mit gondol, hogy mennyire határozzák meg a kapcsolatok egyébként a sikert? Hát kapcsolatok mindig kellenek, csak nem az a lényeg. A lényeg az, ami benned van. Kapcsolatok azért kellenek, meg jól jönnek, de lehet annélkül is boldogulni, csak nehezebb. Ha igen. De ha csak arra támaszkodok, akkor ez nem fog sikerülni. Már Magyarországon úgy láttam, hogy azért ez nagyon fontos szempont. Tehát, hogy nem feltétlen az, hogy legyen valakinek jó üzleti érzéke, hanem legyen kapcsolata. Kapcsolatod van minden. De ez nem tart sokáig, mert azért mentünk el Magyarországról. Azért csináltuk, nem mentünk el, csak azért kerestünk exportpiacot, hogy egy valódi versenykörnyezetbe tudjuk megmérettetni magunkat. Mert ha nincs verseny, akkor nincs teljesítmény se. Olvastam ugye a könyvét, és abban is az volt, hogy 80-as években éppen az volt a probléma, hogy a lobby. Nem? Tehát, hogy az itteni lobby, és hogy nem volt valós piac. Igen. És ezért mentek el. Így van. De most ma ugyanez a helyzet. Ugyanez a helyzet, és azok a cégek sikeresek, akik külföldre dolgoznak. Aha. Tehát én nem hiszem, hogy az itteni kapcsolatokból megélő cégek azok hosszú távon is sikeresek lesznek. Nem tanulnak meg jó terméket csinálni. Mert miért tanulnának meg? Mert ez az igényes vevő kényszeríti ki. Na, mit csináltál? Mit volt nehezebb megkeresni először? Az 1 milliót, vagy az 1 milliárdot? Ja, forintban? Uh-huh. Én mindig csak euróban tudtam gondolkozni, vagy dollárban. Akkor mondja euróban, érti? Hát az első 10 000 se volt könnyű, hogyha akkoriban dollár volt csak. Meg az 1 millió se volt könnyű, nem látom, hogy valamelyik lett volna könnyebb. A cég most 100 millió eurót termel, én idáig nem tudtam elvinni a céget, tehát én a 20 millióig tudtam elvinni a céget. Simba! Hogy játszom? Hogy játszom? Látom, hogy játszik, ez nem baj. Ön hisz abban, hogy vissza is kell adni? Persze. Persze, hát a pénzünk jelentős részét fordítjuk, hogy úgy mondjam, minek hívják ezt? Nem a jótékony célra, hanem társadalmi célra. De egyet szeretném mondani, soha nem olyanra, hogy valaki megkeres és elmondja, hogy neki milyen fontos és társadalmi dolgot csinál, és meggyőz róla. Soha. Akkor hogy? Hogy döntél? Magunk találjuk meg, és nem úgy, hogy megkeresnek. Megkeresésre soha nem adtunk egy fillért se. Aha. Mert én tudom, hogy... Mert az nem jó. Azért nem jó, mert ezzel mindenki mást ösztönzök, hogy megkeressen, és úgyse fog tudni válogatni. Hol van nekem ahhoz meg a kapacitásom és energiám, hogy 1000 cél közül, hogy kiválogassam, hogy melyik érdemesebb. Úgyhogy a megkeresés az ki van zárva, egyszerűen oktatási céllal, hogy ne keressenek meg. Igen, és egy olyat, mint az Iványi Gábor oltalom alapítványa, azt én megtalálom magam. Ahhoz nekem az Iványi Gábornak nem kell engem megkeresni. Aha. Vagy hogyha ilyen jótékony adományokról beszélünk, a Ritoknóra. Ezek engem nem kerestek meg. Vagy a fesztiválzenekar, akit támogatunk. Ők tőlem nem kértek pénzt. Én találtam meg, amikor a fesztiválzenekar hangversenyen jártunk. És láttam a támogatói kört, és láttam, hogy milyen fantasztikus teljesítmény nyújtanak. Akkor megtisztelve éreztem magam, hogy beléphetek. Vagy a Katona József Színház, vagy most a Radnóti Színház, vagy az Őrkény. Ezek a kulturális dolgokat, ezeket én úgy válogatom ki, hogy ők nem keresnek meg. És ha valaki olyan keres meg, ami fantasztikus dolgot csinál, és nagyon megérdemelni, akkor pehje van. Mert ő keresett meg, és akkor ezért nem tudok neki adni. És az üzlet?
Azt hogy érti? Tehát, ha jótékony, hát egy üzletileg valaki megtalálja, hogy van egy ilyen ötlet. Hú, szó nem lehet róla. Tényleg? Egyszerűen azért nem. Oké, nem tudtam. Mindenki azt hiszi, hogy engem most több fog fel. Egyszerűen azért nem, mert abban én nem vagyok jó. Az egy másik szakma. Oh. Azt úgy hívják, hogy befektetői szakma. Én nem vagyok jó befektető. Én nem tudom eldönteni egy másik ember üzletéről, hogy az jó vagy nem, és egy másik emberről, hogy ez egy jó üzletember lesz-e vagy nem. Na, helyedre! Én kezdettől azzal foglalkoztam, hogy a tehetségeket itthon tartsam. Tehát valahol ez volt az én mission statement-em, vagy küldetéstudatom. Ez kezdődött azzal, hogy a szoftvermérnököket tartsam itthon, azokat a szoftvermérnököket, akik egyébként egy jobb környezet és egy tehetségüket jobban kibontakozni hagyó környezet érdekében nyugatra menjenek, azoknak csinálni egy olyan környezetet, ahol a tehetségüket ki tudják itthon bontakoztatni, és szívesen maradnak itthon, ha lehet. Tehát egy szép ország lehet szeretni, itt vannak a barátaim, rokonaim, gyökereim, lehet szeretni, csak kellene egy olyan környezet, ahol érdemes. Erről szólt a szoftvercég. Uh-huh. A Graphisoft Park is erről szól, hogy egy olyan fizikai környezetet csinálni, ahonnan nem vágynak az emberek a szilíciumvölgybe. Azt mondta a 2000-es évek elején ön, hogy Magyarország egy informatikai nagyhatalom lesz. Így van. De miért nem lett? Hát az talán a kormányaink bűne, hogy nem arra építenek, ami a legnagyobb kincsünk, az oktatás és a matematikai kultúra. Erre kéne építeni, és akkor lehetne. Milyenek a sikeres emberek? Van valami összefüggés? Mit látok? Mert ugye azt mondta, hogy megfigyel, ön fizikusként megfigyel. Jó, de hát nem pszichológus vagyok. Tehát. Ja, oké. Okay. Nem csak gondoltam, hogy jó. Üzleti folyamatokat figyelek, emberi tehát, folyamatokat kell. Milyenek a sikeresek? Van valami közös vonásuk? Hát én csak magamból tudok kiindulni. A határtalan becsvágy, hogy én be akarom, és a kitartás. Hogy a kudarcból föl tudjak állni, hogy minden kudarc után azt tudja mondani, hogy ebből ezt és ezt tanultam. Minden kudarcot úgy éljek meg, hogy ez segített nekem sikeresnek lenni. Mikor győzte meg magát, hogy akkor ez most jó, ezen túl vagyunk, megyünk tovább? Igen, mindig, kezdettől fogva így. Tényleg? Amikor 19... De nem volt olyan kudarc, amit padlóra tette? Nem. Minden kudarcból úgy álltam föl, hogy ezen tanultam, és ez nekem hasznos volt. Minden kudarcból. Padló soha nem kerültem. Hát ezt a boxnál mondják, hogy nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Uh-huh. És egyébként miben hisz? Tehát, hogy mi volt ez a kapaszkodó akkor, amikor egy ilyen kudarc volt, ami átsegített a nehéz. Hogy majd sikeres leszek, és hogy a végén sikerülni fog. És ebben a feleségem rengeteget segített. És a felesége. És van olyan egyébként, hogy mindenki másban hisz, valaki az univerzumban. Na ilyen értelemben van. Abban hiszek, hogy az ember, ez a csodálatos lény, ez képes lesz legyőzni azokat a borzasztó kríziseket, amiket saját magának teremtett. Mi az, ami még nagyon fontos az életében, amit szeretne elérni? És ami... Hát 70 éves elmúltam, most már ilyen célokat nem nagyon tudnék megfogalmazni. Élvezni szeretné inkább? Hát azt eddig is élveztem. Azt szeretném, hogy amit sikerült alkotnom, az megmaradjon. Tehát maradandót? Maradandó. Maradandó legyen, amit sikerült alkotni. Partnerünk az Artmedic esztétikai és plasztikai klinika. Péter Fiuditot a Futuril öltöztette.